Isten értesen mindenkit, üdvözlök, szervusztok, itt vagyunk, Amerika, folytatjuk. Ugye az előző részekben kicsit elszállt meg igen a gazdaságunk, és azért van most egy mexikói háborunk, közben keresztül akarnánk rakni egy ilyen szólásszabadságot a törvényeken, úgyhogy hát azért van mit csinálnunk. Meg azért van egy nagy éhínség is, ez a Standards of Living, az azért ez keményen visszaesett, de viszont annyit el tudok mondani, hogy már 8. helyre küzdöttük fel magunkat az eddigi tekintélytelen rossz helyekről, úgyhogy talán összehozunk valamit itt szépen gyorsan. A katonai kiadásokat most visszavontam. Én úgy gondolom, hogy túlerőben vagyunk, így aztán ezt visszavonom. Azonban az, hogy egy ekkora konszkripttel fenntartsunk egy ekkora hadsereget, ahhoz még nem elég jó a gazdaságunk, így aztán ezzel van mit még tennünk. Ezért is létfontosságú az, hogy minél gyorsabban lezárjuk ezt a háborút Mexikóval. Arizonát azonnal el kéne csatolni. Én még szemet vetettem ugye itt a kaliforniai öbölre, mert ha ezt a föld nyelvet tudnám kontrollálni, akkor gyakorlatilag Mexikónak durván az idáig történő mindennemű kereskedelmét, meg mindenét tudnám befolyásolni. Vagy rajtam keresztül kell, hogy menjen, vagy jó nagy költségekkel tudjon működni. Tehát azért itt azért a való életben tudnék mit csinálni, de ebben a játékban nem biztos, hogy tudnám befolyásolni. Mindegy, én szeretek így egy kicsit így RP-zni ezzel kapcsolatban. Szeretem egy kicsit így túlgondolni a dolgokat, de látjátok, biztos, aki azért követi a dolgokat, azért az biztos, hogy látja. Industrialist, fölnyomjuk megint egy kicsit, és azt hiszem most még mindig a study sectionben vagyunk, a nagyhatalmakkal továbbra is tartjuk a kapcsolatot, kivéve Kínával, Kína az abszolút el van szigetelve, hopp, Németországot már megtámadta Britannia, azért ott egy érdekes háborút láthatunk, Skandinávia visszaszerezte Dániát, hogy van ez, kérem szépen, de már csak Brunswick van egy mint kis német állam, és Németország teljesen egységesül, érdekes lefolyások vannak ebben az egészben, háború, kettő között van csak, háború? Érdekes, rivali. Aha, ez nagyon érdekes, van egy német-angol háborunk. És nem folytam bele, hála Istennek, nem is akarnék. Great idea, recovery rate. Malária, great idea. Jó, maradjunk abba. Government administration, ez hadd menjen, ugye ezzel föltornáztuk egy kicsit a kiesésünket. Government building, az is megnőtt, aha. Semmi gond, ezeket kell áttornázni, ezeket a harcokat. Hopp, itt van egy elég masszív mexikói verekedés. Csak azt nem értem, hogy. Na, Purpose Peace Deal! Oké, Arizonát el is csatoltuk. Gyönyörű, szép, Arizona el van csatolva, és újra pozitívba ment a balance, a mérlegünk. Teljesen jó. Protected Speech, 48%-os elfogadás, valószínűleg meg fogjuk tudni szavazni. Loyalisták, igen, akkor Budget, Overview-ba ezt levesszük, nem is kell. Alacsony budgetén is tudjuk tartani magunkat, nem? Közepes budget? Nem egy közepes, egy ilyen low tax, de nem a very low. Újabb adót nem tudok bevezetni, ezek maradnak. Government wages, egy kicsit följebb vesszük. Igen, mert azt is, ezeket a kiadásokat magasan kéne tartani, az adót viszont lent kéne tartani. Tehát egy olyan balanszias állapotba kéne kerülnünk, amikor alacsony adót szedünk be, és nagyok a kiadásaink. És még akkor is megérje gazdaságos növekedéssel számolni. Akkor government buildingek azok végig szaladnak, mert abból, ha az... A hivatalnok rendszernek tudok elég fizetést adni, akkor az visszafolyik a fogyasztásra. És hogyha a fogyasztás megnő, akkor megnő a keresletünk. A keresletet ki kell szolgálni, tehát ott az iparnak folyik be pénze. Az iparból áramlik át a nyersanyag kitermelésre pénz. Tehát azért ez egy ilyen körforgásos folyamat, és ezzel is tudunk mi így jól részt venni ebben az egész folyamatban.
próbáljuk meg, plusz 15, ó, 62%, ez gyönyörű dolog, az ott meg lesz, ezt is pluszban tudjuk tartani. Most akkor az a lényeg, hogy ezt a 10 millió fős radikális, hát nem, le is ment, 6,58 millióra ment le a radikálisok száma, viszont eléggé magas, a standard of living miatt elég magas ez az arány, és a standard of living-et kell majd egy kicsit boostolgatni. Azt pedig úgy fogjuk tudni boostolni, hogy a railway az maradjon is úgy. Livestock ranches ez maradjon. Jó, development az marad. Ezek jók. Oké, elcsatoltuk. Akkor most már látjuk a kontinentális Amerika mai alakját, leszámítva ugye British Columbiát, de azért már elég jól nézünk ki. Rendicek, West Indies, egy külön állam lett. Szép munka, barát. Jó, na Németország-Anglia háborúja érdekesen alakul, nem tudom, hogy mi a tervük ezzel kapcsolatban, de ez így alakult. Jó, mi viszont lehet, hogy ez, hát nem tudom, hogy ez most egy befejező rész lesz-e, majd meglátjuk a lezárás során, hogy milyen céljaink vannak még. Hát Oroszországtól kéne elcsatolni azt a területet, Kanadát be lehetne annektálni, igazából egész Mexikóig le lehetne jönni. Hát nem tudom, hogy ezek megvalósítható célok kell, nagyon lassú az előretörésünk. Egy háborúba kellett volna tudni elcsatolni ezt az egész tért, de hát nem jöttek össze a dolgok, nem úgy alakultak, ahogy mi azt elvártuk. Ló, oké, meg lett szavazva, tehát protected speech-ünk van. Oké, no workers, workers protection, ezt vigyük keresztül, jó? Workers protection. No worker right, tehát most itt a munkásoknak adunk jogokat. Ez lesz a lényeg. Aha, alapból 22%-os támogatottsággal vagyunk, és elősegíti azt a dolog, hogy igazából van nekünk egy rural folk vezetőnk, de elég magas az industrialist és a intelligentista, meg ezek a trade unionisták, tehát elég magas ez az arány, így aztán ezzel jók leszünk. Jó, jó, mert ezeket el tudjuk ütni, ezeket a törvényjavaslatokat, és akkor ki tudunk alakítani egy jóléti államot, mert hogyha ez megvan, child labor, azt majd ki kell ütni, meg a no health system, et is be kell rakni, és akkor tényleg prestige-be már nagyot ugrunk. Ezt továbbra is fenntartjuk a három nagyhatalommal a kapcsolatot. Buildingben a construction, még mindig government van, ez jöhet le. Mert ha alacsony az adó, az is növeli a jóléti állam szerkezetet. Tartjuk, várjatok, hogyha ezt fölnövelem, akkor annak az effektje... Nézzük meg, ha a kiadás növelem, akkor az autoritás növekszik. 15% government wages. Intelligentista. Jó, itt viszont nagyon megnéne a kiadás, mert ugye 9,76, changing it plusz 13%, 11-re menne föl. Sok, aha, 13%-a növeli. A sok. Support the trade union, még industrialist kell. Enactment time. Hogy van ez? A success az lemed, de gyorsabban adják meg, akkor trade unionist. Inkább a success legyen, és lassabban adják meg, mint sem. Gyorsabban adják meg, de kisebb az esély. Gyorsan nézzük meg. Ez az egy hét lemegy. Akkor meg fog épülni az a dolog. Jó. Free trade parties. Jó van, az a lényeg, hogy a lojalisták azok durranjanak be.
Mass conscription, nem kell. Itt látunk free trade. Hát szabadkereskedelem kell nekünk az. Legyen szabadkereskedelem, meghívjuk, és majd azt is átítjük. A health systemet, ezt tényleg be kéne vezetni. Azt nagyon, 1960, hát nem igaz, hogy nincs egy egészségügyi rendszerünk. Még bevezetve. National Expenses-be, ah, tam ekkora rész kitesz az alapanyag. Texas, Kaliforniában kicsit alacsony az adó. Texasba épülünk. Colorado. Gyorsan akkor ránézünk erre. Buildings. Hol vagy már? Itt voltál az elébb. Nem. Ja, de épül kettő. Jó, oké. Épül kettő, akkor abból lesz bevételünk ugyanúgy Texasból is. Free trade, free labor. Ezt mindenkivel meg kell osztani, így van. Jó, celebration. Oh, the celebration. Create fortification. NCO training. Barracks compressor. Squad infantry for barracks. Igen, mobile technology. Ez kell nekem. Military statistics. Igen. Itt még van egy stormtrooper. De jól néz ki. Mondjuk ahhoz kell egy Wargaming, Moral Loss, és a Stormtrooper Infiltrators jöhet. Aha. Rendben van. Csináljátok csak. Malária elleni védőoltásunk lesz. Electrical Generation az is, meg a Vacuum Canning. Aha, jó. Jó, vákum csomagolás. Ez azért az nem lesz rossz. Jó, 42%-osak vagyunk. Szerintem azt már nehezen ütik ki alollunk. A welfare az viszont... Hoppá, a GDP-nk meghaladta 110 millió fontot. Tökéletes, tökéletes. Populáció is megy föl, stabilan. Királyság. Maradjon ez. Így. Lojalisták aránya, hogy áll? Szuper! Szuper, 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 szuper. Nagyon jó, így oké, oké, most megyünk lojalistákba, és így aztán remélem nő. Nől minden, nő a populáció is. Buildings az hadd menjen. Oké, szerintem most egy olyan jó pályára tudunk állni. Election. People's Party. Socialist Party of America. Trade Unionisták. Figyelj, azt nyomjuk meg őket egy kicsit. Hol vagyunk? Nyomjuk meg ezt. Nem tudom megnyomni. Ha. Akkor, hogy állunk? Ugyanúgy a Rural Folk. De ez a Trade Union kéne nekünk, mert azzal tényleg health systemet tudnánk erősíteni. Nézzünk agitátort. Egy se elérhető. Hogy tudnám őket behúzni? 1911-ig Close Borders, nem kell No Colonial, Cultural, Outlaw, No Colonial. Te.
mit ad? Primary school. Conscript, conceal, cultural exclusion. Egy se akar healthcare-t adni? Egyiket se érdekli? Úgy látom, nem. Free trade, oligarchy. Senkit nem érdekel az egészségügy, srácok. Ez kemény. Ez kemény. Hát ilyen ez a pop szakma. Szoktam volt mondani. Professional army. Azt be lehetne hozni. Na, végre a lojalisták azért növekedtek kicsit. A generous donation event in New York. New Yorkba mit adunk? Elfogadnánk a német jó, vagy Kanadától, vagy Németországtól fogadjuk el ezt az egészet, vagy senkitől nem fogadjuk el. Fogadjuk el akkor a németektől. Nézzük, organized crime, tehát szervezett bűnözést látunk itt. Jó. Mit látunk itt? Restore free trade. Azt hogy tudnánk keresztül vinni? Nem ez, hanem text coronary policing, trade policy, protectionist, free trade, ez kellene majd nekünk, de azt a meg... Hát nem egy elfogadott dolog. Nem egy jó dolog. Ez van. Hoppá. Mi van itt? Mi a helyzet itt? Denmark, Capital State, és Denmark azért még megvan neki Grönland. Grönland és egy bataljonja van, tehát ez egy ilyen formális köztársaság. Rá van bízva a német, angol és skandináv jó akaratra, hogy él még Dánia. Hát igen. Ez ilyen ez a pop szakma. Oroszország nem nagyon tud terjeszkedni gyakorlatilag semerre. Nézzétek meg, nem terjeszkedik semerre. Furcsa. Furcsa egy ilyen Oroszországot látni, amelyik igazából megvan önmagában. Jó, ló az megy. Egy millió fő csak. Valahogy változtatni kéne a kormányon, de tényleg. Na most mi a nagy kiadás? Nézzük. Texasból még mindig nem. Ha ezt felraknám. Na és így? Így alacsonyabb, mint amúgy. Iron Frame Buildings az jó drága, de Steel Frame Buildings az nem olyan drága. Érdekes. Maradjunk a fánál. Fa talán nem vág annyira földhöz minket. Úgy is van. 14k. Azért az nem sok. A 14k. De meg akarom nézni ezeket. Ezek mit fognak? Ló. Public Health Insurance. Uh-huh. Tehát, hogyha 4 évet ki tudnék még várni, addig fel tudnám boostolni a trade unionistákat. Az lenne a vagány. Csak nagyon imbolyog. És nem járna nagyon
semmivel, legitimáció. Nem tudom, mi lenne a fontosabb, hogy kellene nekünk még legitimáció, vagy ilyesmi. Ebbe már, hát tartjuk a helyünket, de nem tudunk felmenni. Pedig valahogy nagyon át kéne billenni. A skandinávokat meg kéne előzni. Csak ahhoz meg preszt is kell gyűjteni. Állandóan változik ez a pénz. De elég nagy range-be. Akár 10 000-ekről is beszélhetünk. 30 000. Nem tudok újat berakni, azt akarom megnézni, hogy nem. Ezeket igazából nem engedi. Kalifornia állam azért az növekszik. Kőkeményen, mexikóiak azért még mindig a többségbe, de a jenkik jönnek föl. Hamarosan meg is erőzzük őket, de azért többségében vannak a katolikusok, tehát a protestánsokat majd lassan át kell, hogy billentsük. Hol is volt az kultúra, populáció? 3,3 millió. Texas a legsűrűbben lakott államunk. Kemény. Kemény dolog. Journal. Nem. Outliner. Nem. Ledger. Ezt tudjuk. Diplomácia. Az se jó, nagyon fontos. Na, mi kell nekünk? Construction Trade. Trade központ ugye az New Yorkban van. Az marad is úgy. Export, Buildings, Construction, az... Army, Navy, Diplomatic Place. Du-du-du-du, Conquer State. Jó, nem tudom, hogy most mit deklaráljunk, milyen érdeket, hogy most Mexikóval kéne folytatni a háborúzást, és erre lemenni délre, és anektálni egy hatalmas mennyiségű latin-amerikai népességet, vagy inkább Kanada felé kéne irányulni, ezzel viszont nagyon sok nyersanyagot tudnánk szerezni. Na, vagy népesség, vagy nyersanyag, mire? Nem tudom, hogy mire lőjünk először, hogy kéne leválasztani Kanadát Angliáról. Anglia most víve háborút. Erre vagyok kíváncsi. Oh, nem is keveset. De leginkább ezek katonai. Vietnám, igen. Trukkial, az nem tudom, hogy van. Bob, Hali, az se. Hidera, az meg itt van. Aha. Jó, tehát igazából arra távol nagyon komoly harcokat folytatnak. Nekem nagyon nem tetszik ez az egész, hogy Franciaország is, meg Anglia is ekkora területekkel rendelkezik Afrikában. És
most már 111 millió font a bevételünk. Valahogy pozitívba kéne átcsapni megint a büdzsét. Így. Mondjuk, igen. Jó, figyeljetek, akkor most közepesre tettük a bevételt, az azért lesz lényeges, mert így a lojalisták nem fognak annyira tudni szárnyalni, kicsit megáll majd a lojalisták szárnyalása. Az majd a választásokra lesz kihatással nekünk, de ugye 81%-os worker protection van, tehát a munkások érdekvédelmét azért nagyon nagy arányba fogjuk képviselni. Igen. Viszont az intelligentista és a burzsuázia fog növekedni. Majd ezt meglátjuk, hogy milyen hatással lesz, mert a lónál az az érdekesség, hogy kell nekünk free speech, azt már meghaladtuk. Ők azért nem akarnak bevezetni nagyon sok újdonságot. Nagyon sok újdonságot nem akarnak bevezetni, tehát nincsen egy általános healthcare system, ugye ők meg tudják fizetni, nekik azért annyira nem lényeg. Na várjatok, akkor 20%-kal lejjebb esett a dangerous work condition, tehát biztonságosabbak a munkahelyek, meg 15%-kal több lett a minimum wage. Tehát drágább foglalkoztatni egy munkást, de legalább akkor az a standards of living-et fogja majd növelni, remélem hosszú távon. És mit néztünk? Amúgy a rule, az mit szeretne? Taxation, consumption based taxation. Ez jól leverni, mínusz 376 ezerre leverni az adónkat. Close border az nem, no police, ez se. Tehát a rural folk nem indukál túl sok újítást itt nekünk. És akkor a gyerekmunkát ezt vagy kiütjük, vagy a public health insurance. Legyen a public health insurance. Jó, ez... Hát ez kicsit sokba fog kerülni, főleg bürokrácia oldalról fog sokba kerülni, de ezt keresztül ütjük. Ezzel is növelve az életszínvonalat, tehát most már kihatással vagyunk. Figyeljetek, teljesen jó. Nem lesz emberveszteségünk a rossz munkakörülményekből, vagy azzal, hogy lecsökkentettük így a munka miatt az élet host, tehát hogy tovább fognak élni az emberek, biztosabb a jövedelmük, biztosabb a munkahelyük, és most pedig az egészségügyi rendszert fogjuk megnövelni, ezáltal remélhetőleg kitolódik az élethosszuk, kitolódik a munkabírásuk, tehát jóval tovább tudnak dolgozni, jóval tovább tudnak költeni, fogyasztani, adót fizetni. Tuti business! Tuti business! Orville Rose. Promote. Major General. Hát adjunk még neki valamit. Lieutenant General. Jó, money, megvan bürokráciában. Azt szeretném, Workplace Safety Office. Hoppá, egy új ügynökség jött létre itt nekünk. Aha, hogyha erre mennék rá, akkor 100% a plusz 75% minimum wage. Kellene nekünk akkora? Law Enforce.
Na megnézem, hogyha ez 152 hét múlva ez beérik. Total weekly cost. Az 4000. Hát meglátjuk, meglátjuk. Kíváncsi leszek. Mert az akkor még segít keresztül vinni ezeket a reformokat. Még gyorsabbak leszünk, bár mondjuk a 152 hét azért az sok. Az 3 év. Az 3 év, mire ez sikerül. Changing to level 5. Bár hogyha ilyen egyeket, kettőket lépünk, az is jó lehet. Exiled by Italy. Oké. Okay. Na, és... Jó, amúgy szépek, nagyok vagyunk, tehát ez semmi gond. Unrecognized power. El nem ismert erő. Tehát, hogyha én őket igazából megtámadnám, az nem jelentene semmi problémát. Half taxes. Ez legyen az. Nem szeretném, hogy átvállaljuk a teljes terhét. Nem szeretném, hogy az amerikai kormány viselje a teljes terhét a health systemnek, mert az azért az jó nagy kiadás. Az nagy kiadás volna. Na, viszont deklarálni kéne interestet Oceániára. Így is van. Na, Oceánia, viszont most vagy bajba? Mivel interaction... Ja, majd jó. Oké, majd. Nem most, majd. Mondjon le! Ja, ki? Mindenki! Jó! Diplomácia, ez 19 hónap, és utána megint neki mehetünk a mexikóiaknak elfoglalni Bay of Californiát, mondjuk. Példának okául, viszont én kimondanám az interestemet Mexikóra. Aha. Ja, Mexikóra kimondjuk az interestet. Figyeljetek, a studi szakaszban vagyunk, ezzel 40%-ot nyerek a megszavazáshoz. Ezt fogjuk tenni, a másikat csak 10%-ot nyernék a megszavazáshoz. Most ez lesz mortality, tehát kicsit sok ember fog elhullni a parasságtól, de ez ilyen. Bürokrácia minusz 5% lenne, és... Ez legyen, igen. Ez a fink hang állandóan, te jó Isten. És többet is deklarálok, több területet is. Nekem az kellene, hogy itt átnyúljunk. Kell-e ennyi terület? Kell hát. Igazából kell. Így simán el lehetne ideig hozni az egész Mexikót. Ja. Ja, meg is nézzük, hogy ezzel mit fogunk elérni. Bár hogyha egész Mexikót el tudnánk hozni nekem, az is jó lenne, az is tökéletes lenne. De akkor ez kell nekünk. Political movement, igen, az marad. Ez 70%, büdzsé egyelőre jó. Ha én arra mennék rá, az 113-mal, az nagyon nagy mínusz lenne. Katonai kiadás kell nekünk nagyobb. Jó, szavazás van. Oké, szavazunk. Ez is meg lesz, és utána jön a gyerekmunka bannolása. Nem szeretném, hogy a gyerekekkel dolgoztassanak itt. Az emberkék.
Az púpa hátamra, az nem kell. Gyerekmunkát nem kérünk. Így is el kell érni azt a institutionnél, hogy Workplace Safety Office ezt föl kell tornázni idáig. A Home Affairt azt is föl kell tornázni. A Law Enforcement-et azt is föl kéne tornázni. Ahhoz viszont bürokrácia kell, de kőkeményen. Education-t azt nem tudom, hogy tudnám fölrakni. Még magasabb szintre. Hiszen az asszimiláció az nagyon kellene. Magasan művelt osztályt kéne létrehozni. Colonial Affairs az nem érdekel, abszolút nem érdekel. Technology Spread. Hogy tényleg, hogy áll a technológia? Nem igen, vákum az megvan, a vákum csomagolás. Shift Work, nem. Electrical az marad. Na, megszavaztuk. Old Age Pension. Ú, várjatok, mi ez? Nyugdíj. Tényleg a nyugdíjt be lehetne vezetni. Hoppá, nagyon jó, hogy mondja. Public School. Ez ugye a legjobb. Colonial Resettlement, Homesteading, Slavery Migration. Hol volt ez? Hol volt Colonial Homesteading? Ding, nem. Taxation, free speech, labor, children, right, welfare, és nyugdíj. -1% workforce rádió, tehát kevesebb lesz a munkásom. Jó. Próbáljuk. Na, tegyük be. Tegyük be ezt, akkor nyugdíjat határozunk meg. Elég nagy ugrásokat csinálunk ezeknek a bevezetésével. Standards of Living. Hát egy nagyon nagy, nagyon halvány fejlődést érünk el ezekkel, de nem baj. Nem baj. Az Institutionnél meg a Work... Place safety-t, azt emelgessük meg egy kicsit. Kellene még itt mit fejlődni. A középosztályunk elég jól áll. A felső osztály az nyilván az jól áll, a középosztály jól áll. Még följebb kell hozni. Prosperous. Jó, hát a középosztályon sokat kell azért még fejleszteni, és 206 épület vár megépítésre, és vannak 10 privát építkezésünk is, jó. Az is jó. Jó, hát építkezni kell. Akkor ezt megtesszük, Mexikó. Hogy állunk Mexikó? 11 hónap, kevesebb mint egy évünk van, és akkor Mexikó ellen újra tudunk játszadozni. Telefon. Drága. Drága. Jó, ez a Home Affair az fölment 3-asra. Jó, akkor radikalizmus, progression speed és a revolution és a secesszió lassulni fog. Jó, az agitátor az eléri így a célját. Meg is nézzük, milyen agitátor elérhető még. Jó, figyeljetek, nagy reformok ideje jött el ide mi hozzánk. Landing craft unlocked. Jó, tehát könnyebben tudunk partra szállni, hogyha bármilyen esetőség van.
és még mindig csak a 8. vagyunk, és a spanyol parasztok jobban állnak, mint mi. Tehát ez hihetetlen. Mi is minden, és jóval magasabbak vagyunk. Tehát hihetetlen. Nem értem amúgy a presztízs, mi múlik. Haladjunk. Ezzel gyorsítsuk a folyamatokat. Jó, igazából kényelmes és baromi jó így Amerikával játszani, de tényleg nagyon jó. Csak az a baj, megint ez a... megint egy populáris pártunk van, és ez a legnagyobb problémám. Populáris párt is. Valahogy ezzel foglalkozni kéne. Itt a no migration control-t kéne majd bevezetni. Azzal gyorsabban nőne a populáció, és akkor aztán bevezetnénk institutionben egy magasabb edukációt, amivel az asszimiláció növekedne, és az lenne a legjobb, de ezek nem ennyire egyszerű dolgok. 88-7 maradt. Akkor az már beleférünk a 2 évbe. Mi a helyzet itt? Ki vagy te? Maori Uprising az ausztrálok ellen. Be akarunk-e lépni ebbe a háborúba? Akarunk-e belépni ebbe a háborúba? Nem, nem akarok belépni ebbe a háborúba. Semmilyen körülmények között sem. British Columbia. Akkor fizessük már ott ki, adjunk egy egyszeri támogatást. Így a teljes országban legyenek lojalisták. Jó. Az igen, már 10 millió lojalista van. Ez nagyon tetszik nekem, ez hatalmas eredmény. Így aztán könnyű mindent megcsinálni. A slavery-t, azt mennyi, hány hónapig kell még fenntartani? 10 évig kell fenntartani, annak már a felét letudtuk. Jó. Mindegy, ez van. Politics, diplomacy, nézzük. 6 hónap, már csak fél év és Mexikót meg lehet durrantani újra, ahhoz viszont kell hadsereg. Hát és ezt az uprisingot most nyomják le, mert nem akarok a britekkel is háborúba keveredni, tehát nyugodtan nyomják le. Nekem Hawaii az érdekes. Még Dominion, Conquer State. Conquer State! Próbáljuk csak. Gyere, Conquer State. Legyen ez, és military. Military-ba Orville Rost Field Marshall-lá tesszük, mobilizálunk. Csak ő. És te hol vagy igazából? Great Plan HQ. Akkor a Great Plan-ből konszkriptelünk. Valahogy így. Túl sokat nem szeretnék. Hadd menjen a conscript. Csak onnan toborozunk. És a maurikat el kéne foglalni. Tizenegy. Hát ugye ezek ellen nem kell sok, ezért is nem akarok túl nagy konszkriptokat csinálni. 10 battalion-e van, szerintem sokkal rosszabb a technológiája, mint a miénk, tehát azért ezzel is előnyben tudunk lenni. Military Garrison-nál akartam nézni, nem? Building, Development, és itt akartam nézni, ezekre rátesszük. Trench Infantry, természetes. Ott a lovasság maradhat. Standardized Infantry, Shrapnel és Trench Infantry, így van. Industrial Port Cargo, nem, ez marad így. Expandálni nem akarunk, Hawaii-t meg kell szerezni.
ezeket lenyomom, mert New England, Dixie, legyen ő. Naval Invasion. Majd az is kell nekünk, egy Naval Invasion. Pedig van kikötünk ezeken a területeken. Csak nem tudom, hány év lesz majd, mire oda el tudunk küldeni egy hadsereget. Jó, kitört a háború. Ezeket itt most lenyomom, nem kellenek. Orville Ross standby-ba van. Ő kell nekem, Naval Invasion, Hawaii Island. És Orville Ross. És vigye! Jó. Akkor az a lényeg, hogy küldjünk oda. Ugye nincsen flottája, nem tud minket megakadályozni. Nincs másik állam, amely megakadályozza minket, tehát oké. Így a... Jó, nyilván a kiadásokban meg kéne növelni a katonai kiadásokat, ne legyenek minusz Army Power Projection, ugye azt kapnánk. Training Time az 50. Old Age Pension, királyság. Oké, és a bevételén múlik az, hogy mennyi lesz a nyugdíja. Ez megvan. Rendben, lónál meg kéne nézni, hogy migration, public, azt ugye nézték, public school, az marad. Kellene nekünk egy child labor, ugye a gyerekeket kéne kivenni az egész foglalkoztatásból. És mindent egy alapszintű iskolai végzettséghez kötni. A bürokrácia az, hát ez nagyon deficites, de ez... Oh, visszaestünk! Na mindegy. Növeljünk az adókon. Azokon most növelünk. Így a lojalisták kicsit hátrányba fognak kerülni, de szerintem nem nagyon. Hawaii-t el kellene foglalni. Hol állsz, barátom? 10 nap. Prepare for their force. Jó, ezek már csak napok. Jó, ezek már csak napok, és akkor establish a new front. Hello. Jó, 11 hadsereggel General Orville Ross már is megtámadta. És itt most nem látunk harci cselekményeket. Nem baj, de Hawaii-t azt megvédjük. Azt meg kell tartani. Meg kell szerezni, meg kell tartani, be kell annektálni, mint egy külön ország. Conqueror Hawaii Island. De most elfoglaltuk már? Nem. Már alig van MM Power-e is, tehát hamarosan befejeződnek a harcok. Jó, a nagy sziget megvan. Most mit enged? Még mindig nincs purpose. És akkor most mi a helyzet? Purpose, peace, deal, semmi? Esetleg valaki, valamit? Na! Nem igen akarják elfogadni, pedig nincs több területe. Azért azt ne felejtsük el, nincs több területe. Naval Invasion, tehát sehova máshova nem tudunk. Jó, akkor most jön egy kis elnyomási idő, amikor megadják majd magukat. Aha, most német. Socialist Party of America. Kell ez nekünk, ez nagyban megváltoztatja a felállást? Szocialisták lennének nagyba. Próbáljuk meg, na. Mit ad ez nekünk? A szocialistákat behoztuk, akkor mekkora lesz a bónusz? Hát nem tudom. Még mindig legitimált kormányunk van.
A bürokrácia az fáj egy kicsit. Health system, minusz 5% mortality, teljesen jó. Nagyon lassan megy, dangerous working condition-t akarom majd lejjebb venni. A halandóság az minusz 5%-kal csökken, teljesen király. White peace nem csinálunk, peace deal-t, csak is peace deal-t. Hamarosan el fogják ezek már fogadni. Mert ugye minusz 200 valamennyinél jártunk, amikor megnéztem itt a törvényhozást, és ez le fog itt esni. Oké, okay, Land of Plenty. És még mindig People's Party. Wow. Azt nem fogadjuk el, nyugi, 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 nyugi. Azt nem fogadjuk el, Hawaii Island. Conqueror Hawaii Islands. Beküldtük, elfogadták, Hawaii a miénk, király. Hawaii. Na nézzük Hawaii-t. Urban Center Size, jó. Nem egy rossz, végre van tea, tea plantationünk, van banánültetvényünk. Bahomi jó, és kávé plantation. Wow! Wow! Low attraction. Road maintenance. Tegyünk rá? Nem. Tegyünk rá valamit? Green migration attraction. Jó, hozzuk be ide az embereinket. Van Han populáció, az azt jelenti kínaiak vannak itt, meg hawaiiak. Na, hozzuk akkor a mi embereinket befelé, mint egy új állam. Decrease state, incorporate, jó, azt tegyük be, New Mexico, Nevada, ezek nincsenek is berakva, ez nagy hiba volt. Kicsit megnevelem így a kiadásokat, és... Hát 68-7, 8-7. Na mindegy. Jó, gyerekmunka kiesik. Ne menjenek el nekem dolgozni. Na büdzsé. Katonai kiadások mehetnek lejjebb. Még javol, bevételünk is mehet egy közepes szintre, nem kellenek a radikálisok, még mindig 9-ek vagyunk, pedig hát már a Hawaii-szigetek is megvannak. És a spanyolok háborúznak a Fülöp-szigeteken, meg háborúznak Parmiz. Parmiz, az hol van? Aha, Olaszországba. Érdekességek, és a britek... Brit... Loretárok... Ez meg a magyar zászló. Why not? Why not? Na mindegy. Ez így alakul. Kicsit ilyen szocialista Amerikát építek, na mindegy. Slavery debate-et még meg fogjuk várni, és akkor a gyerekeket kivesszük, és megyünk Mexikóra. Bár mondjuk most lenne jó megcsapkodni egy kicsit Kanadát, amíg a britek ennyire bajba vannak önnön magukkal, de meglátjuk. King George of Hanover, György király, az igen, 1911. Hamarosan kezdődik amúgy a világháború. Meglátjuk, hogy meddig viszi a játék a dolgokat. Köszönöm szépen a figyelmet, innen fogjuk folytatni. Ezt már végig visszük ezt a hadjáratot, nagyon kíváncsi vagyok rá. Amerikában tényleg kényelmes a játék. Mindenkinek tudom ajánlani, egy stabil, növekedéses gazdaságot engedélyez. Majd megpróbálunk egy kelet-európai országgal is menni, amelyik azért nem annyira fejlett, de volt már ilyen tapasztalatunk. Na tényleg köszönöm szépen a figyelmet, és innen fogjuk folytatni. Szervusztok!